Üdv frepperek és túrázók! Ebben a mai videóban az Alpovers AP-SP 001-es szolárpaneljét szeretném megnek bemutatni. Ez egy kis kemping szolárpanel, 21 wattra képes 5 volton, és 12 volton pedig másfél amperes teljesítményre képes, úgyhogy ezt fogom ma nektek bemutatni. Korábban már egyébként egy kicsomagolós videóban megmutattam, hogy hogy érkezett kitben, amihez ugye egy PB100-as Powerbankot kapunk, de ez a termék önállóan is képes helytállni a mindennapokban, illetve a túrák alkalmával. Összesen 600 g, tehát könnyedén elfér a túratáskába, látjátok, hogy milyen kompakt a mérete. Ebben a videóban erről lesz szó, úgyhogy gyertek, tartsatok velem! Most az előbb említettem már, hogy ez egy kitben kapható, de teljesen önállóan is helytáll, illetve kiszolgálja úgymond a laptopunkat, és egy időben egy telefont is képes akár tölteni. Ugye ez a kis panel egy ilyen speciális impregnálás kapott, tehát ha megnézitek, akkor maga a felület egy kicsit ilyen barázdázott, egyébként XP65-ös védelmet kapott az eszközünk, ami por, illetve vízállóságot biztosít. A maga az USB kialakítása is olyan, hogy belső folyadékvédelemmel van ellátva. A kis szolárpanelünk egyébként 600 g, tehát nem egy nehéz dologról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy ez a 600 g, ez teljesen túra szempontból is még nem a vészes kategória. Elfér könnyen a hátizsákba a kompakt mérete miatt. És hát nyilván, hogyha mondjuk persze nem ilyen időben, de ha kimész mondjuk a szabadba dolgozni, akár a strandon szeretnél dolgozni, vagy éppenséggel egy ilyen szép klassz helyen, egy ilyen kilátóba, akkor szerintem klassz dolog lehet, hogyha berakod a hátizsákodba, a laptop mellé, a telefon mellé, vagy bármi mellé, ami a munkádhoz szükséges, és tölteni kell, akár egy drónt is tudsz vele tölteni. Én szerintem egy nagyon praktikus eszköz lehet. Látszik, hogy ez egy nagyon erősen impregnált anyag, Hát, ha megnézzük itt a szélén is, akkor ez egy ilyen flexibilis szolárpanel, ami ebbe az impregnált anyagba helyezkedik el, és egy ilyen speciális dudoros ö, felülettel van ellátva, ami diffúzorként működik, egész pontosan, hogyha a beesési szög nem teljesen szemből érkezik a panelra, akkor is úgy szét tudja szórni a fényt, hogy minél hatékonyabban tudja hasznosítani azt. És hát maga, a panel különben IP65-ös védelemmel van ellátva, és hát itt vannak a rögzítési pontok, ahol föl tudjuk rögzíteni akár hátizsákra is. Na de nézzük meg a magát a kis töltés vezérlőt. Ugye itt föl van rá tüntetve, hogy 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper, 12 volt másfél amper a maximum, amit le tud adni. Van egy kontrolledünk, van egy USB-C, illetve egy USB-A csatlakozónk. Mind a két csatlakozón ugyanazt a teljesítményt tudja hozni az eszköz, és ez a kis doboz is vízhatlansággal van ellátva, és egy jó vastag porvédő gumit kapott, hogy ne menjen bele a kosz. Próbáljuk is ki, hogy hogy tölti az eszközöket. Előtte rakjunk bele egy USB-C kábelt, természetesen ez tartozik a egy C kábel, és egy USB A kábelt, ami nem tartozik, de most fölhasználjuk. Ugye amikor az eszközünk alkalmas a töltésre, akkor a zöld színű ledünk kigyullad. Na most pont elment a nap, de ebbe a szűrt fénybe is rádugjuk a mi kis telefonunkat, és megnézzük, hogy képes-e tölteni, és látjátok, képes tölteni elkezdte tölteni ezt a Julefon telefont. És akkor most rakjuk rá a Samsung telefonomat is, hogy egy képes -e a két eszközt tölteni. Nos, az időjárás kegyes volt hozzánk, és kisütött annyira a nap, hogy mind a két telefonunkat elkezdte tölteni, tehát kiválóan alkalmas arra, hogy egyszerre több eszközt is képes legyen tölteni ezzel a 21 watttal. Természetesen ilyenkor megoszlik a teljesítmény, tehát ugye elfelezi a, a bejövő energiát. Nos, én mindenkinek ajánlom a, aki szabad téren szeretne akár tableten, kisebb méretű laptopon dolgozni, szünetmentesen, például Strandon vagy ilyen szabadtéri helyen, ahova nem szeretne magával vinni egy nagyobb teljesítményű powerbankot vagy power Szerintem ez egy kiváló eszköz arra, hogy túra közben föltöltsd úgy az eszközeidet, hogy tulajdonképpen a hátadon van fölfüggesztve a hátizsákra, hiszen így tulajdonképpen folyamatos töltés alá tudod az eszközeidet helyezni. A leírásba beleraktam az elérhetőségét a korábbi videónak, amiben bemutatom, hogy a kit mit tartalmaz, és most ugye láthattátok, hogy önmagában a kis szolárpanel is mennyire képes ellátni az eszközöket energiával. Ha tetszett a videó, akkor egy like kal feltéken jelez vissza nekem, ha még nem vagy feliratkozva, akkor ne felejts el, illetve a csöngőt is nyom meg. Mindenkinek erőt, reménységet kívánok, és készüljetek a tavaszra, hiszen nagyon jó szezon lesz. A következő videóig erőt, reménységet mindenkinek, szervusztok!